Sziasztok, a nevem Jerikó, ma egy újabb tanbemutatóval érkeztem, a kiszemelt áldozat még nem szerepelt a csatornán, legalábbis bemutatóként nem, ő nem más, mint az Object 268 verzió 4-es, ez egy TR-10-es orosz tank destroyer vagy TD. A pálya Kaunas, kire kell odafigyelni, egyértelmű, hogy a nagyon mobilis tankokra, de külön kiemelném az Artákat, az Artik a legveszélyesebbek ránk nézve, a nagyon mobilis tankok ellen fel tudjuk venni a harcot, nagyon jó forgásunk van, tehát akár egy Lightot is le tudunk forogni, tehát kifejezetten akire oda kell figyelni, az az Arti. Nos, de ne rohanjunk ennyire előre, lássunk pár érdekes adatot a TD-nkről. Object 268 verzió 4-es, tehát TR-10-es orosz TD, 40 km-re képes hasítani a mi kis ragadozónk, ami azt mondom, hogy nem rossz, mivel nem éreztem külön talajellenállást, tehát mindegyik pályán, mindegyik terepen körülbelül ugyanúgy mozog, úgyhogy ez a 40 km szerintem tökéletes. Alaplőszerünk, AP prémium lőszerünk, Heat, hát én az AP-ra hagyatkozom, szerintem ez bőven elég, és így lehet vele kreditelni is, míg az AP-nknak az átütése 290 3 mm, tehát közel 300-zal hasít, addig ugye a prémium hitlőszerünk 360, de mint mondtam, abból is tettem be 7 darabot, de nem szoktam használni, bőven elég a közel 300 mm-es átütés, és ráadásul az AP az sokkal, de sokkal hatékonyabb is. 370 méter alaplátótávunk van, 100%-os legénységre értendő, ezt még feljebb lehet tornázni felszereléssel, skillekkel, kiki ízlés szerint. 650-es sebzéssel büntetünk, amit 11,7 másodperc alatt tudunk betölteni pótellátmánnyal és egyéb skillekkel felszereléssel, úgyhogy azt mondhatom, hogy a TD-nk veszett gyorsan tölt és iszonyat nagyot csap. 2000 HP áll a rendelkezésünkre, ami azt mondom, hogy nem is rossz, de ennek fejében még kaptunk egy brutális armorzatot, ami annyit tesz, hogy 350 mm-es alsó lemezünk van, esélytelen beütni, ha rászögelsz egy kicsit, akkor már 370-380 mm-rel bír, nem képesek átütni. A felső frontunk egy kicsit gyengébb, 250 mm-ig jó hangzik, viszont olyan lapos, hogy arról is lecsúszik bármi, úgyhogy az alsó lemez és a felső front nem számít, tehát azzal nem is kell kísérletezni. Ha a tornyot célozzák meg, a külső oldala 500-510 mm-rel bír, és meg van csapva, tehát le fog csúszni bármi. Ha beljebb jövünk egy kicsit, és a lövegpajzs mellett próbáljuk beütni, ott 303-305 mm-rel bír. Na ott egy Japanzer elszárva egy combosabb TD ott be tudja hasítani, viszont ha még beljebb megyünk a lövegpajzsra, az körülbelül ilyen 700-800 mm, tehát azt nem fogják átütni. Tehát ilyenkor, ha nagyon combos tank van előtted, célszerű egy kicsit jobbra-balra mozgatni, és onnantól kezdve vagy a külsejét, az 510 mm-t fogja eltalálni, mondjuk egy Japanzer E100, vagy a lövegpajzsot, ami ilyen 700 körül mozog, tehát esélytelen, hogy beüsse, tehát ha nagyon combos tank van előtted, mozgasd egy kicsit jobbra-balra, és akkor bele fog trafálni a legkeményebb pontba, ha csak állsz egy helybe, akkor biztos, hogy hát be fogja ütni a 303 mm-t a lövegpajzs mellett, egy Japanzer, tehát itt egy nagyon lóhágó tankra gondolok, aminek megvan kellő átütése, viszont azokat is le tudod szedni, ha mozgatod jobbra-balra, nem előre-hátra, hanem jobbra-balra, akkor vagy a közepét, tehát a centert, a lövegpajzsot fogja eltalálni, vagy a külsejét, és nem lesz képes átütni. Vagy még ha nagyon speciális ágyúja van, tehát nagyon pontos ágyúja van, és pont úgy megbírálni előtted, hogy próbálgassa eltalálni azt a pici parancsnoki kupoládat, ott van esély, hogy beüti, ott ilyen 240-250 mm-re el lehet lőni, viszont ha mozgatod jobbra-balra, akkor azt sem fogja tudni eltalálni, meg hát azért elég aprócska az, mint mondtam, oda nagyon speciális lövés kell, meg hát elég magasak is vagyunk, de a legcélszerűbb, ha jobbra-balra egy kicsit mozgatod, onnantól kezdve a tanknak a teljes frontjának az értékei iszonyatosan ingadozóak, és bele fog trafálni, hogy nem a leggyengébb pontot fogja eltalálni a lövegpajzs mellett, ami egyébként sem gyenge, tehát egy sima, hagyományos tank 303-305 mm-rel azért nem fog dobálózni, de itt értem azt, hogy TD vagy, nagy valószínűséggel TD-kkel fogsz birkózni, de ők azért már be tudnak, ők rendelkeznek akkor
átütéssel, de viszont őket is megtréfálhatod, egy kicsit mozgatva, nem nagyon, nem túl döntve, kicsit jobbra-balra, és akkor vagy a center, tehát a közepét fogja eltalálni, amit szintúgy nem fog tudni átütni, ezt a 700-750 mm, vagy a szélét a tornyunknak, igaz, hogy fix tornyúak vagyunk, de hívjuk toronynak, vagy a szélét, de ott is 505-510 mm-re rendelkezünk, plusz meg van csapva, esélytelen. Tehát egyedül, ha szembeállsz vele, nem csinál semmit, akkor a lövegpajzs mellett be tud egy nagyon combos TD ütni, vagy a lövegpajzsot, ha megpróbálja eltalálni, de a mozgatod ide-oda esélytelen. Amire meg külön felhívnám a figyelmet, hogy orosz tankhoz képest, ugye mínusz 5 fokos ágyúsüllyedése van, az elég kevésnek tűnik, ugye az orosz medek rendelkeznek ilyen 5-4 fokkal, hát ez eléggé karcsú, de én ennél a térdénél abszolút nem vettem észre, hogy bárhol is akadályozott volna a csőlehajlás, úgyhogy lehet, hogy ezt valahol titokban egy kicsit javítottak rajta, szerintem tökéletesen lehet használni, tökéletesen le tudtam nézni bárhova, bármilyen alsó lemezre, vagy gyenge pontra, tehát valahogy én ezt a mínusz 5 fokot nem érzékeltem úgy, mint például egy orosz mednél, vagy egy orosz tanknál, valahogy nem ütközött ki rajta, tökéletesen lehet használni, tehát nem gátolt semmiben ez a mínusz 5 fokos ágyúsüllyedés. Ágyunk pontossága 100 méteren 0,42, ez siralmasnak tűnik, ugye 100%-os legénységre értendő, erre még rá lehet dolgozni felszereléssel, skillekkel, de abszolút nem érződik, tehát én lőttem vele messzire, nagy távolságra, félpályára, közelharcba is nagyon jó, mivel ad a TD egy biztonságérzetet, itt is kicsit beszögelve, a Jagdpanzer 100-at úgy pattintotta, mint a húzat, úgyhogy, tehát a tankkal nem is kell nagyon messziről lőni, mivel megadja azt az érzetet, hogy te armoros vagy, nyugodtan rám sétálhatsz bárkire, annyi, hogy hát ne tudjon mellét kerülni, de forgásban is egész jók vagyunk, tehát itt a pontosság ez 0,42 abszolút nem érződik, szerintem abszolút nem valós, halálpontos az ágyú, főleg ha be vagyunk szűkülve, de a szűkülésünkkel sincs baj, a szűkülésünk 2,5 másodperc 100%-os legénységnél, szerintem ez nem ennyi, ilyen 2,1-esre tippelném, tökéletesen lehet használni, és tökéletes pontos az ágyunk is. Ha már a pontosságnál vagy a szűkülésnél tartunk, ugye az alaplőszerünk AP, a prémium lőszerünk Heat, mind a két lőszer fajtán 960 m/s-kel száll, de szerintem ez jóval több, ilyen 1250-re tippelném, nagyon jó száll a lőszer, és pontos is az ágyú, és nagyon kellemes a szűkülés, tehát iszonyatosan jó ágyút és lőszert és lőszersebességet kaptunk. Szakasztársam Andris, ő egy Leopard 1-esben ül, ő segít tisztán tartani most a széleket. Ugye ezt el szoktam mondani, hogy én TD-vel szeretek a szélen játszani, pontosan azért, mert csak előre és oldalra kell figyelnem, nem pedig körbe, de főleg nem egy fix tornyú TD-vel, de ha jól megnéztétek, csata elején is elindultam a szélén, ott végig toltam mindent egész a szélmalomig, ott kitakarítva úgy döntöttem, hogy levágom az utat, bejövök középütt, és így fogok ideérni a város elé. Itt viszont azért maradok itt kívül, tehát itt a közép részen, mert itt úgyis sziklák vannak, tehát ezek védenek, tehát olyan, mintha a pálya szélén lennék, és így vissza tudom tartani a teljes várost. Tehát kinek tudnám ajánlani ezt a TD-t? Mindenkinek. Ez egy kötelező darab a garázsba, ez játékos barát, ez meg fog védeni, erre nyugodtan rábízhatod magad, mint felsoroltam, hogy milyen armorra rendelkezik, tehát ez elviseli, ha hibázol, sőt, fel is fogja fogni a hibáidat, innentől kezdve brutális, nagyon brutális az ágyú, a szűkülés, a lőszersebesség, alaplőszer elég, ugye bárkit átüt, innentől kreditelni is tudsz vele, nem kell megijedni egy Jagdpanzer 100 se semmi, ez egy brutális gép, bármit lepattint, egyszerűen imádni való, és itt akkor ki is emelném, hogy ez a tankkal a videóban, ez a második csatám összesen, én nem játszottam ezzel a tankkal, még úgy hasonlóval se, tehát ez a második csatám vele, az első csatában ilyen 4500-at sebeztem, ott még az ágyúval ismerkedtem, nem ismertem előre menni, hanem csak hátul, viszont itt, mint látható, itt már azért próbálok az armorra is támaszkodni, de egyszerűen brutális mesés vele a játékélmény, és amikor felfogod ezt a pár lövést, amit akár Heavy-től kapsz, vagy itt is ugye a Jagdpanzer 100-tól, onnantól kezdve megnő a bizalmad a TD felé, hogy képes megvédeni ezzel az armorral,
armorral, és sokkal bátrabban fogsz vele játszani. Tehát ilyen egy-két csata, amíg ismerkedtek, és utána már sokkal bátrabban, merészebben fogsz vele előrébb is menni. Csak mondom, mindig be kell tartani azt az egy szabályt, hogy próbálj úgy játszani, hogy csak két oldalt kelljen mindig figyelni, ne pedig körbe, tehát ne állj ki a pusztára, mert azért oldalról ez is sebezhető, viszont így, ha betartod ezt a széleken játszást, mert hívhatjuk ezt is most, hogy szélen vagyok, ugye itt is a jobb szélen itt a szikla, tehát nem tudnak meglepni, és ha magam előtt tartom az ellenfelet, akár egy Jagdpanzer L100-at is, ez iszonyatosan le fogja pattintani, és szét fogja szedni. Egyszerűen brutális, mesés. Tehát, mint mondtam, ez a második csatám, itt már az armorral próbáltam barátkozni, és már 8000 fölötti sebzésem van, közel ilyen 3000, hát most már 3000 fölötti lepattintásom, brutális, egyszerűen imádni való. Egyszerűen valljuk be, van egy-két szabály, amit nem szabad megszegni vele, ugye azt nem döntöd túl, tehát szembe tartod magad előtt az ellenfelet, meg nem mész be középre, hogy körbe tudjanak rohangászni. Ha ezt a két szabályt betartod, onnantól kezdve egy játékos barát, mint mondtam, második csatám, 4-8000 fölötti sebzés, itt már azért bátrabban bevittem 6 pattincson, mint mondtam, nagyon jó az alaplőszer, így 56000-et kerestem, tehát kreditelni lehet egy 10-es TD-vel, 4-8000 sebzés, megvan Mastery, testvériség, Fire for Effect, Zuzo, Fighter, Spare Prof, gyújtogató, nagy kaliber és egy Master Gunner, ez mind második csatára, tehát mint mondtam, iszonyatos játékos barát, pillanatok alatt hozzá lehet szokni, pár mérkőzés, ahol azt a két alapszabályt betartod, hogy nem forgatod túl, magad előtt tartva az ellenfelet, onnantól kezdve pattint mindent, plusz nem viszed be középre, hanem széleken játszol, onnantól kezdve sokkal bátrabb leszel vele, mert minden egyes csatával jobban összeszoktok, iszonyatos pusztításra képes, itt voltak a skillek, a felszerelések. Ő volt az Object 268 verzió 4-es, ez egy Tier 10-es orosz TD, mindenkinek ajánlott kötelező darab, remélem tetszett a videó, Jerikó voltam, sziasztok!